A világ egyik legismertebb és egyben legnehezebb enduro-hegyi kerékpáros versenyén vett részt a csíkszeredai Boda Gergely. A Megavalanche elnevezésű egyhetes versenyt Franciaországban rendezték meg. Egy héten át tartó, meglehetősen nehéz, de izgalmas enduro-hegyi kerékpáros versenyen vett részt Franciaországban a csíkszeredai Boda Gergely. A Megavalanche kvalifikációs versenyén egyszerre 150 sportoló állt a rajtvonalhoz. A döntőbe a besorolás szerint az első 35 helyezett került a legerősebb futamra, a többi versenyző a teljesítményének megfelelően folytatta a megmérettetést. A kvalifikáción remekül teljesített Boda Gergely, aki a 28. helyezést érte el, így a legjobbak között indulhatott. Híradónknak beszámolt arról, milyen körülmények között zajlott a döntő. A nagy döntő, ami vasárnap volt, az a 350 elit versenyzővel, az még magasabb, az 3330 méterre indult. Annak a helynek a neve, hogy Pit Blanc Gletscher, és az az egész hegységnek a legmagasabb pontja. És onnan indul a vasárnap reggeli a nagy döntő. És azt kell tudni, hogy ott tényleg nagyon érdekes és extrém kondíciók szoktak lenni, akár csak most is, ahogy volt. Már ott teljesen az első 3-4 kilométer tiszta gletser, hó, víz, jég, szikla volt. Boda Gergely számára izgalmakkal teli volt a döntő, rendkívül nehéz útvonalon kellett kerékpároznia, kiszámíthatatlan utakkal. 1 óra 2 perc 45 másodperc alatt ért célba, 89-ként az U30-as korosztályban, összetettben a legjobb 350 versenyző közül a 202. helyezést érte el.